Sokkal gyorsabban elcsendesedtünk, mint tegnap. Közös énekkel vagy énekekkel kezdjük az alkalmat. Bár gondolom, hogy ma talán a többségünknek kicsit csendesebb, nyugodtabb pihenőnapja volt. Biztos egész más a napi munkából, feladatból eljön Isten házába, mint egy csendesebb nap után, de az elcsendesedés mindig kell. Így ezek az énekek hangoljanak minket az imádságra, az ígére való figyelésre. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Két éneket énekeljünk, mielőtt meghallgatnánk az ige hirdetést majd. Arra gondoltam, hogy mindannyian azért jöttünk el, mert szeretünk itt lenni. És megbecsüljük azt a pillanatot, azt a pár órát, amit itt eltölthetünk. Mi szent öröm, minden perc veled, így kezdődik ez az ének. A mi gyülekezet énekeskönyvünkben a 312-es, énekeljük először ezt örömmel. Kis rövid ez az ének, és úgy láttam, hogy nem ismeri mindenki. Szerintem, ha még egyszer elénekeljük, akkor már otthon is ezt fogja mindenki énekelni az alkalom után. Még egyszer örömmel énekeljük, és közben még érkeznek testvérek, ők is hadd énekeljenek velünk együtt. Jó, tehát még egyszer, szent öröm! Thank you.
de nem csak mi készültünk ide erre az alkalomra, hanem biztos, hogy Jézus is készült, és küldeni akarja áldásait mindannyiunkra, és ezek az áldások már úton vannak, és zúgnak felénk. Áldásod gazdag folyóit árazd-e világra, és közötte mi ránk is. Az első két verszakban ezt kérjük, a harmadikban pedig már tudjuk is, hogy már indultak ezek az áldások. Fennállva énekeljük a gyülekezet énekeskönyvünk 446-os énekét. Igen, Urunk, hittel kérjük, és köszönjük. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása teljes és tökéletes. És köszönjük, hogy azóta áldások valódi folyói öntik el ezt a világot, amik hívnak minket megtérésre, hívnak minket gyógyulásra, tanítványságra, növekedésre. Köszönjük, hogy meg akarsz ezzel minket ajándékozni. És mi, akik itt a szószéken állunk, szolgálatban vagyunk, és mi magunk is, mint gyülekezet, nem akadályai akarunk lenni ennek az elsöprő, áradó munkának, hanem örömteli befogadói. Amen. Amen. Tessenek helyet foglalni. Örömmel köszöntöm a gyülekezetet ma este is. Örülünk annak, hogy Bódis Miklós testvér vállalta ezt a hétvégét. Hamarosan az énekkar fog egy éneket énekelni, utána átadjuk a szót Bódis testvérnek. A tegnapi ige hirdetésből, ha máshonnan nem, akkor a szomszédunktól, vagy a YouTube csatornánkon meg kell kérdezni. Hallottunk egy nagyon fájdalmas mondatot, a sztorit nem mondom el, csak egy deci olaj kellett volna. Adtam volna ingyen. Keresztül szóló üzenet, néha ilyen egyszerű. Nekünk mégis berág a motor, mi az egész életünk. Miközben a mennyei atya azt mondja, adtam volna ingyen. Hát fogadjuk azt, amit Isten ma ingyen ad nekünk. Az énekkar szolgál, és utána átadjuk a szót Bódis Miklós testvérnek.
Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőtt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma este az élő Istennek a szava hozzánk a Mózes 4. könyvéből fog szólni. A Mózes 4. könyve 22., 23. és 24. fejezetéből szemelvényeket fogok felolvasni. Ez a Bálám történetéből való, ez az igerész. Mondani fogom majd az igehelyeket, nyissuk ki az evangéliumot a Mózes 4. könyve 22. fejezetéhez, akinek van Bibliája, akinek nincs, arról feltételezem, hogy tudja kívülről az egész Bibliát. És fennállva tiszteljük meg az igét, és hallgassuk alázatos szívvel. 22. fejezet, 5. vers. Abban az időben Bálák Cippor fia volt Moáb királya. Követeket küldött Bálámhoz, Beor fiához az Eufrátesz mellett lévő Petorba, honfitársainak a földjére, hogy hívják meg, és ezt mondják neki. Ime egy nép jött ki Egyiptomból, és már ellepte a föld színét, és velem szembe telepedett le. Ezért jöjj el, és átkozd meg ezt a népet, mert erősebb nálam. Talán akkor meg tudom verni, és kiűzöm az országból. Jól tudom, hogy akit te megáldasz, áldott lesz, és akit te megátkozol, átkozott lesz. Elmentek tehát Moáb és Midján vénei, és náluk volt a varázslás díja. Megérkezve Bálámhoz, elmondták neki Bálák üzenetét. És
És most menjünk át a 23. fejezet 7. verséhez. Bálám példabeszédbe kezdett, és ezt mondta. Arámból hozatott ide Bálák, kelet hegyeiről Moáb királya, jöjj, átkozz meg Jákobot, jöjj, kárhoztasd Izraelt. Hogyan ronthatnám meg, kit az Isten nem ront meg? Hogy kárhoztatnám, kit az Úr nem kárhoztat? Jól látom őt a sziklacsúcsról, szemlélem a halmokról, e nép egyedül fog lakni, nem számítja magát a nemzetek közé. Kiszámolhatja meg Jákobot száma, mint a por, és Izraelnek csak a negyedét is. Bár úgy halnék meg, mint az igazak, és lenne végem olyan, mint az övék. 18. vers. Hallgass ide, Bálák, figyelj ide, Cippor fia! Nem ember az Isten, hogy hazudjék. Nem ember fia, hogy bármit megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne? Ígére olyat, amit nem teljesít? Áldásra kaptam parancsot, s ha ő áld, meg nem másíthatom. Nem látnak bajt Jákobba. Nem látnak nyomorúságot Izraelbe, mert vele van Istene az Úr. Királynak szóló újongás hangzik benne, Isten hozta ki őket Egyiptomból, olyan az ereje, mint a bölény szarva. Nem fog a varázslás Jákobon, sem az ígézet Izraelen. Idejében megmondják Jákobnak, Izraelnek, hogy mit tesz az Isten. Ez a nép, mint nőstény oroszlán kel föl, mint hím oroszlán emelkedik föl, nem fekszik le, míg prédát nem eszik, és elejtettek vérét nem issza. És végezetül a 24. fejezet 3. verse. Így szól Bálám Beor fia, így szól az a férfi, akinek megnyílt a szeme. Így szól, aki hallja Isten mondásait, aki látja a mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel. Milyen szépek a te sátraid, Jákob! Hajlékaid, ó Izrael! Mint hosszan húzódó völgyek, mint folyó mentén a kertek, mint az Úr ültette aloék, mint a víz mentén a cédrusok. Kicsordul a víz vedreidből, vetése bő vizeknél van. Királya hatalmasabb a gágnál, és fölemelkedik királysága. Isten hozta ki Egyiptomból, olyan az ereje, mint a bölény szarva. Nemzeteket emészt, akik szorongatják, szétmorzsolja csontjaikat, összetöri nyilaikat, hever fekszik, mint a hím oroszlán, és mint a nőstény oroszlán, kimeri fölkelteni. Áldott, aki téged áld, és átkozott, aki téged átkoz. Áldott, aki téged áld, és átkozott, aki téged áldoz. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága Uram, köszönöm azt, hogy örök szeretettel szerettél bennünket, ezért vonzottál ma este is közel magadhoz. Köszönöm neked, Uram, azt a népet, amelyet örök időktől kezdve elválasztottál magadnak. Kihoztad a rabságból, a fogságból, Egyiptomból, és bevitted őket az ígéret földjére. Köszönöm neked azt, Uram, hogy ebbe a népbe felvettél engem is az idétlent.
Köszönöm, hogy beoltottál az olajfába, és áldallak azért, hogy benned életem lehet. És magasztalunk ezen az estén azért, akiért ezt tetted. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy benne számunkra megszakadt az átokvonal, és kiáradhatott az életünkre a te gazdag áldásod. Ennek a jegynek a tekintetébe, Uram, e szövetségnek a tekintetében kérünk, hogy ma este is tekints reánk. Fordítsd a te szemeidet erre a házra, és árasz ki erre a hajlékra a te lelkedet, hogy betöltsön mindent, a te lelkednek öröme, békessége, jelenléte, és mi engedjünk, hogy betölthesse a mi szívünket is. Áldunk és magasztalunk azért, hogy közöttünk leszel, és megáldasz bennünket. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek. Drága testvérek, ez az evangelizációs sorozat Isten népének a kiváltságairól szól. Miért jó Isten népének lenni? Mit jelent Isten népének lenni? Mit jelent Isten gyermekei közé tartozni? És mik azok a kiváltságok, amelyekkel Isten megajándékozza az ő népét? Olyan különös, nekünk azt tanították a teológián, hogy Isten népéről, a keresztényekről érdekes módon nagyon kevés feljegyzés maradt olyan, amiket ők írtak volna. A legtöbb feljegyzést ellenségek írták le. Leírták, hogy mi történik ifjabb Plinius, vagy idősebb Plinius, vagy Josephus Flavius. Leírták azt, hogy mi történik a keresztényekkel, amikor üldözik őket, hogyan gyűlnek össze, hogyan imádják az Istent, mi történik, mit mondanak akkor, amikor felkínálják számukra a szabadulás lehetőségét, de ők inkább vállalják a mártíromságot. Az Isten gyermekeiről a történelem során érdekes módon, hogy az ellenségeik írták le a legtöbb dolgot, de ők is írták le a legszebb dolgot. És drága testvérek, nincsen ez másképpen a Bibliában sem. A Bibliában is a legszebb dolgot Istenről, az Isten gyermekeiről azok írják, akik az előbb még arra kényszerítették őket, hogy aranyszobor előtt letérdeljenek és azt imádják. Azok írták le, akik tüzes kemencébe hajították őket, és el akarták égetni, és ezeket az igéket, amelyeket most felolvastam a számotokra, ezeket az igéket Isten népéről nem egy proféta írja, nem az Isten gyermekei közül valaki, hanem egy arab, Szíriából, Arámból származó Jós néző. Isten gyermekeiről a Bibliában az ellenségei írják le a legszebbet, mint ahogy Jézusról is az ellenségei mondták el a legszebbet, és ez hatott a legjobban, hogy a bűnösök barátja. Ez vonzotta a bűnösöket. Mindenki hallotta, hogy Jézusra azt a csúfnevet ragasztották az írástudók, a farizeusok, hogy a bűnösök barátja, így hát mentek a bűnösök hozzá. Kajafás azt mondja, hogy jobb, hogyha egy ember hal meg a népért, mint hogy az egész nép meghaljon. Proféciát mondott, hát ez nem menti se Kajafást, meg se azokat nem fogja megmenteni, akik Jézusra ezt a csúfnevet ráragasztották, de az Isten ezt a dolgot is az embereknek, a bűnösöknek a javára használta fel. És drága testvérek, itt van most egy történet előttünk,
ami arról szól, hogy Debrecenbe és környékén szaporodni, sokasodni kezdenek a megtértek, az újjászületettek, a hívők. Így van? Bár így lenne. Amen. Amen. Imádkozzunk érte. Sokasodni kezd Jákob, Izrael sátrai, sokasodni kezdenek, és ez nem tetszik a környék urának, királyának, Báláknak, a moábiták vezetőjének, és elküldi a vezéreit, Hallő egy Szíriából származó nézőről, Jósról, Beor fiáról, Bálámról, akinek az ördög azt a különleges ajándékot adta, mert testvérek, van az ördögnek is ajándéka, de az ördög ajándékainak mindig ára van. Az ördög is tud gyógyítani, az ördög is tud, testvérek, világosság angyalaként megjelenni. Az ördög még Jézusnak is azt mondta, hogy neked tudom adni az egész világot. Az ördög is tud adni, csak mindig egyszer visszajön és kéri az árat. És ennek a nézőnek azt a különleges képességet adta az ördög, hogy akit ő megáldott, az áldott volt, és akit pedig megátkozott, az átkozott volt. És Bálákban ez van, hogy ez a mi emberünk. Ezt az embert kell meghívni, és rávenni arra, hogy átkozza meg Izrael népét, és akkor biztosan fölülkerekedünk, erősebbek leszünk, és le tudjuk győzni Izraelnek a népét. És küldi a vezéreit, testvéreim, nagyon sok pénzzel, borítékkal, hogy vegyék rá Bálámot, hogy jöjjön el és átkozza meg Izraelt. A vezérek megérkeznek, elmondják Bálámnak, hogy mit akarnak, Bálám pedig azt mondja, hogy maradjatok itt, megkérdezem este az Istent, és holnap megadom nektek a választ. És testvérek, azon az estén Isten megjelenik Bálámnak, és azt mondja, hogy Bálám, nehogy elmenj erre az útra, mert ezt a népet nem tudod megátkozni, ugyanis én ezt a népet megáldottam. Másnap reggel fel kell Bálám, és azt mondja a vezéreknek, hogy nem tudok elmenni. Nem mondja el, hogy miért. Nem mondja el a teljes igazságot, csak fele mondatot mond. Nem enged az Isten. Visszamennek a vezérek, és mondják Báláknak az eredményt. Bálám nem akart eljönni. Bálámnak azonnal ez van a fejébe, biztos nem volt elég a pénz. Biztos nem elég pénzt küldtünk. Neki meg se fordul a fejbe, neki nem mondják el azt, ami az igazság, hogy hiába is csinálnak mindent, ezt a népet nem lehet megátkozni, mert az Isten megáldotta. Biztos Bálámnak nagyobb a cekje. Nagyobb pénzt kell küldeni, és nagyobb főnököket, vezéreket, hogy meggyőzzék. Testvéreim, nekünk mennyi a cekkünk, amiért nem mondjuk el a teljes igazságot? Péter is valószínűleg a főpap udvarában mondott valamiket Jézusról, csak nem mondta el a teljes igazságot, hogy én hozzá tartozok. Tudják azt Debrecenbe a szomszédok, a barátok, hogy te ki vagy? Elmondod a teljes igazságot nekik? Mibe kerül neked? Mennyi a cekk? Itt a határon túl, az erdélyi románságot a 90-es évek elején nagyon felrázta egy román evangélista, Livio Olach testvérnek hívták, nem tudom, hogyha hallottak róla a testvérek, valami maró lukba esett bele fiatal korába, és a teljes hús lemarta az egész testéről a derekáig ez a maró luk, és a feleségem pár hónappal ezelőtt hallgatta Hátszegen, én nem voltam otthon, megmutatta a lábát,
még egy ennyi darabocska hús hiányzik belőle, hogy az egész visszanőjön. Épp mind a két lába. Mert Izrael Istene Ezékiel 37-ben azt mondja, hogy én tudok rátok húst adni, én tudok inakat adni rátok, én be tudlak benneteket borítani bőrrel, és testvérek, én ezt láttam a Hátszegi medencébe, bányászokon, akik megégtek a bányába, és hiszem, hogy ez nem lelki vonalon való kijelentés, hanem Isten fizikailag is meg tudja tenni. És Livi Olák testvér ezen a próbán ment keresztül, közben bejárta a fél Erdélyt és a románok között evangélizált, és megtértek tömegesen a románok. És egy alkalommal Livio Olák testvérnél megjelent egy román férfi, nagyon gazdag volt, és azt kérte tőle, hogy menjen el, temesse el a testvérét, és az volt a kérése, hogy Olák testvér, nem érdekel, hogy mennyibe kerül, csak egyetlen egyszer a temetésen mondja el azt, hogy a testvérem egy szent volt. Livio Olák testvér ránézett, azt mondja, a testvér, hát te nagyon jól tudod, hogy a testvéred ivott, verekedett, káromkodott, hazudott, paráználkodott. Olák testvér, mennyit adjak neked, hogy mondd el, hogy egy szent volt. És Livio Olák testvér ránézett, és azt mondta, hogy nem kell semmit, elmondom majd a temetésen, hogy egy szent volt. Megkezdődött a temetés, és Livio Olák testvér elkezdi mondani, hogy drága barátaim, testvéreim, egy olyan embernek a temetésére gyűltünk össze, akiről mindannyian tudjátok, hogy egy parázna, egy részeges, egy káromkodó, egy hazug volt, de szeretném itt az ő koporsója mellett elmondani, hogy egy szent volt ahhoz képest, ahogy most a testvére él. Úgyhogy, drága testvérek, megvolt a kérés, ugye? De ezeknek a temetésen való hazugságoknak megvan a cekje. Akár mennyit megadnak emberek azért, hogy a pap hazudjon a temetésen. Ki tudja, mennyi Bálámnak a cekje, többet kell neki küldeni, és akkor biztos, hogy meg fogja csinálni. És testvérek elküldik a vezéreket, és megint megérkeznek, megint mondják, hogy Bálák küldött, és akkor Bálám azt mondja, hogy maradjatok itt mai éjszakára is, pedig küldhetné haza őket startból, és akkor holnap elmondom, hogy mit akar az Úr, hát ha meggondolja magát, ugye, az Úr is nem fog odaküldeni, egy lelkészt meghívtak egy gyülekezetbe, hazament, szólott a feleségének, hogy mi meghívtak ebbe a nagy gyülekezetbe lelkésznek, kellene imádkozni. A feleség azt mondta, hogy jó, te imádkozzál, én felmegyek, csomagolok. Testvérek, mi kb. Így kérjük az Úr vezetését, ugye? Hát maradjatok itt, lássuk, hogy mit mond holnap az Úr, aki nem változik, hát ha meggondolja magát. És másnap reggel tényleg meggondolta magát az Úr. Mit mond Bálámnak? Bálám, látom, hogy nagyon akarsz menni. Látom, hogy itt hiába, itt neked nagyon a szívedbe van az, hogy te akarsz menni, hát jó, menjél. Van egy ilyen ige Hóseásba, Edom elindult a saját feje után, ám legyen. Ám legyen. A tékozló fiú elindult a saját feje után, testvérek. Utána futott az atya, jaj, fiam, gyere, húzlak vissza, ne menjél. Menjél, még elérkezel a moslékos vájú mellé. Edom elindult a saját elképzelése szerint, hát legyen. Elindul. Menjél, Bálám, ha te ezután vágysz az átoknak a bére után, az átoknak a díja után, akkor menjél. És Bálám reggel felszamaraz, elindul az úton, elérkezik egy szurdok szoros helyre, ahol sziklákkal van körülvéve, épp hogy egy átmenő vízválasztó, és az Isten angyala egy karddal kiáll a
Szamár elé, meg Bálám elé. Érdekes módon, testvérek, a Szamár látja az angyalt, Bálám nem látja az angyalt. Több esze van a Szamárnak, mint az embernek. Én Bánfi Hunyadon láttam ezt, testvérek, amikor a vásárba az értelmes ló, a szekér vitte haza a részek gazdáját a szénába benne. Több esze volt a lónak, mert az hazament, mint az embernek. És kiáll az Isten angyala a karddal, és Bálám elkezdi ütni, egészen addig, amíg a Szamár összeesik, odaszorítja a lábát a sziklához, és akkor megszólal a Szamár, és azt mondja, hogy miért ütsz engem? Hát, mi ez a, csináltam én még valamikor ilyet? És azt mondja Bálám, hogy nem, éppen azon csodálkozok, hogy most miért csinálod? És akkor kinyitja az Isten Bálámnak a szemét, és azt látja, hogy ez a Szamár, ha egy lépést még tesz, akkor ő most a kard által átszúrva, holtan, ott heverne az úton, és megijed. És azt mondja, jaj, Uram, értem most már, akkor a lábam is el van törve, nem megyek. És azt mondja az Isten, pont mint Pálnak a damaszkuszi úton, hogy de most Bálám bizony, hogyha elindultál, mész, csak azt fogod mondani, amit én mondok. És Bálám megérkezik Bálákhoz, felviszi őt a retyezátra, ahonnan látja az Isten sátrait, az Isten népének a sátrait, gyönyörű sorrendbe elterülve a maga szépségébe. Bálák megépíti neki a 7 oltárt, bemutatják az áldozatot, és na most akkor jöjjön az átok. És drága testvérek, ebben a pillanatban adja Bálám nézőnek a szájába Isten azokat a mondatokat, amely az Isten népének a kiváltsága. És az első így hangzik, ezt a népet az Isten hozta ki Egyiptomból. Az este, testvérek, ez volt az evangelizáció kérdése, hogy te, aki itt vagy, rab vagy, vagy szabad vagy. Egyiptomban rab vagy, vagy Isten gyermekeinek a szabadságát élvezed? A közé, a nép közé tartozol, amelyet az Isten saját kezüleg Egyiptomból hozott ki, azt mondja Ezékiel 20-ban, hogy én majd kinyújtom a kezemet, és kihozom őket, és beviszem arra a földre, amelyet megígértem az ő atyáiknak. E közé a nép közé tartozol, mert testvér, ha nem tartozol e közé a nép közé, minden, ami ezután következik, nem érvényes rád. Nem érvényes rád. Ha nem tartozol e közé a nép közé, akkor rajtad az Istennek a haragja, és az Istennek az átka van. El van rejtve az életed Krisztusban az üdvösségre. Beoltattál a szelíd olajfába. Isten népe közé tartozol. Kihívott már téged az Isten Egyiptomból, a bűnből, a sötétség házából. Meg vagy váltva? Van-e üdvösséged és örök életed? Testvérek, ez a legfontosabb kérdés, mert ha ez nincs tisztázva, hiába olvasol Bibliát, hiába jársz evangelizációra, hiába mész templomba, odaadhatod vagyonodat, erődet, semmit nem ér az egész. E közé a nép közé tartozol, amelyről az ige azt mondja, hogy Egyiptomból hozta őket ki az Isten. Szabad vagy? Aztán, drága testvérek, folytatja Bálám a mondását, és azt mondja, hogy milyen szépek a te sátraid, ó Izrael, pedig már az út végén voltak. A sátrak szürkék voltak, ha nem feketék,
Olyanok voltak, mint az énekek éneke első fejezetének 5. versébe, Kédárnak a sátrai feketék voltak. És azt mondja Bálám, milyen szépek a te sátraid, ó Izrael. Testvér, milyennek látod az Isten népének a sátrait? Szépnek látod? Kívánatosnak látod? Vagy kérdezzem magyarul, milyennek látod a gyülekezetedet? Az Isten népének a közösségét, a bűnösöknek a testvéri kapcsolatát, olyannak, ami érdemes arra, hogy kritizáljam, megítéljem, amit testvérek nyugodtan blamálhatok, hogy milyen a gyülekezetem. Én azt szoktam mondani az ilyen embereknek, hogy akkor lesz tiszta templomotok, amikor tiszta a templomot. Figyelj csak ide, akkor lesz tiszta templomotok, testvérek, ha tiszta a templomot. Itt. Azt akarod, hogy tiszta legyen a templom, és kritizálsz, hogy nem az, hát de ez a templom, amit idehoztál ma este, tiszta? Vagy hozod be az idegen lelket magaddal? Hozod be a bűnt, hozod be a gondolataidat, hozod be a fenntartásaidat, és várod, testvér, hogy az Isten munkálkodjon. Milyen a viszonyod a gyülekezethez? Fehérnek látod, mint a Kédár sátrait, mert csak ez tesz alkalmassá arra, hogy szeresd őket. Ezt tesz téged alkalmassá arra, hogy velük járj, és közösséget vállalj állandóan velük. Drága testvérek, van a román vidéken olyan evangelizáció, hogy az egész úton, amíg utazok 150 kilométert az autóba, énekelek és sírok, csorognak a könnyeim. Tisztulok vezetés közben. És az Isten állandóan arra sarkal az autóba, hogy amikor megérkezek ebbe a hívő gyülekezetbe, akkor a gyengeségeimről beszéljek. És testvérek, nagyon nehéz az embernek kiadnia magát, mert ezt nagyon sokan, különösképpen Hátszegen, a román adminisztrációba nagyon sokszor kihasználták. Nagyon sokszor akartak legmagasabb egyházi szinten az ortodoxok leállítani az evangelizációval, a misszióval. És drága testvérek, elmegyek, megteszem, és az egyik gyülekezetbe odajön hozzám egy 20 éves lány, és azt mondja, hogy Miklós tiszteletes, áldott legyen az Isten, hogy ma este magát idehozta. Én ma este úgy jöttem el a gyülekezetbe, hogy utoljára jövök. És kérdezem tőle, hogy miért akarod elhagyni a gyülekezetet. Azt mondja, 2 éve tértem meg, azóta ide járok, és azt látom, hogy ebbe a gyülekezetben mindenki perfekt, mindenki rendben van. Egyedül én vagyok a fekete bárány. Nekem nincs itt a helyem ezek között, a szentek között. És áldom az Istent, hogy ezen az estén idehozott egy embert, akin láthattam és hallhattam azt, hogy ő ugyanazokkal az gyengeségekkel küszködik, amivel én. Drága testvérek, aki azt mondja, hogy neki nem maradt szálka a testébe, az hazudik. Akinek, testvérek, nincsen küzdelme az ördöggel, a kísértésekkel, a bűnökkel, az képmutató a gyülekezetben. És mi mit kommunikálunk? Azt, hogy mi perfektek vagyunk? Ide csak a perfekt, prima, rendben lévő ember jöhet be a padba? És az ülhet be, és az tartozhat a gyülekezethez? Vagy azt kommunikáljuk, hogy mi mind bűnösök voltunk, vagyunk, de Jézus megváltott minket. Jézusban mi bocsánatot nyertünk, Jézus eltörölte a bűneinket, gyere ide a bűnösök közösségébe,
hogy áldjuk az Istent, hogy könyörült rajtunk. Hogy látod az Isten népének a közösségét, a kédás hátrait? Ne becsüld le a testvéreidet soha. Péter egy este féltéglával a kezébe verni kezdte a mellét, és azt mondta, hogy Uram, nem tudom, hogy mit gondolsz te a debreceni kis baptista gyülekezetről, de tudd meg, hogy nagyon gyengék ezek. Én Péter, érted, a gyülekezetből, én majd megmutatom neked, hogy amikor eljön az idő, akkor kész leszek veled akár a börtönre, akár a halálra menni. És 4 órára rá, testvérek, ő bukott a legnagyobbat. Tudjátok, hogy miért? Mert áll ez az ige, hogy vigyázzon, aki azt mondja, hogy áll, az el ne essen. Úgyhogy, drága testvérek, ne becsüljétek le egymást, a leggyengébbet se, hanem aki erős, az segítse az erőtelent. És menjetek együtt a kédás sátraival, amíg megérkeztek együtt, Míriámmal együtt, akit egy hétre kizártak, a szülőnőkkel együtt, akik 2 napja szültek, a 86 éves mamikkal együtt, nem azt mondták a 30 éves férfiak, hogy mi megyünk előre, 20 kilométert is egy nap a homokba, a többi majd jön valahol hátul, utolérnek, hanem együtt haladtak a pusztába, mert drága volt számukra minden egyes sátor. Bálám nézi, és azt mondja, hogy de szépek ezek a sátrak, benne laksz? Közéjük tartozol? Van kapcsolatod élőhitű gyülekezettel? Hozzájuk tartozol? Mert az este nekem valaki azt mondta, hogy neki még a Szentlélek nem jelentett ki semmit. És megkérdeztem, hogy melyik gyülekezetbe jársz. Mert Tamás is jöhetett volna húsvét után, és azt mondja, nekem a Jézus nem feltámadt, nem jelentett ki semmit. Hát persze, hogy nem jelentett ki Tamás, mert nem ott voltál, ahol kellett volna legyél, és Jézus nem ott jelenik meg, ahol Tamás tekerek, hanem Tamásnak is oda kell mennie, abba a közösségbe, ahol kijelenti magát az Isten. Akarod, hogy a Szentlélek vezessen? Hát de kédás sátraiba laksz? Kihozott már téged az Isten, és kihívott téged Egyiptomból a pusztába, hogy a szívedre beszéljen, és hogy megtudja, hogy mi lakik a szívedbe. Mert ezért volt a pusztai vándorlás. Isten elmondja, ezért a 2 okért, hogy az Isten a szívedre beszéljen, és a másik dolog pedig, hogy meglássa, hogy mi van a szívedbe. És ha e közé, a nép közé tartozol, akkor Isten szólni fog hozzád. Hát testvérek, valószínűleg, hogy nem örvendetes az, amit most mondok március 15-e után, hogy erről a népről azt mondja az ige, hogy nem számítja magát a nemzetek közé. Bennünk magyarokban nagyon erős a nemzeti tudat, és ez jó is van így, és maradjon is így. Legyen minden nemzet büszke a maga nemzetiségére. De akkor miért mondja ezt az ige, hogy nem számítja magát a nemzetek közé? Tudjátok, hogy a románok között a fő okot mit látom, amiért a románok nem térnek meg? Akik nem térnek meg. Románia 87%-ában pravoszláv ortodox. Jelenleg építik a világ legnagyobb épületét, nagyobb lesz, mint a Pentagon, nem elégedtek meg a Ceausescu második épületével, a népek házával, hanem felépítik a román nemzetet üdvözítő katedrálist. És a román pravoszláv névnek az a hite, hogyha ez a katedrális felépül, akkor úgy amblokk az egész román nemzet üdvözülni fog. Az ő üdvösségük a templom. A templom, ott mindent elvégeznek az üdvösségükre, csak fel kell épüljön, ezért pénzt kell nyomni bele, mert ha felépül, akkor mi mind a mennybe megyünk. És drága testvérek, az üljön le, amiket rólam írnak a Facebookon, vagy az interneten, vagy a Google-en,
amit írnak azokra a lelki pásztorokra, akik megtérnek és otthagyják az ortodox egyházat. Bemerítkeznek, és áldott hitű prédikátorok lesznek Romániába, ezressével hallgatják őket az emberek. Tele van a YouTube ilyen írásokkal, hazaáruló gazember, nemzetáruló. Elárultad az igazi anya egyházat. Meg kellene folytani téged. És testvérek, ilyen 2000 beírás, ezeknek a papoknak a megtérése, bizonság tétele után, testvérek, és a legnagyobb vád az, hogy alássák az egységes román nemzetet. Aláássák az ősi ortodox hitet. És az egyik ébredésnek az elindítóját, aki közé tartozik, ugye Traian Dors, Jonel Trifa, most legújabban Kriszti Flória, barátom, testvérem. Ez a Jon Trifa, ez Avram Jankó egyenesági leszármazottját vette feleségül, és az ortodox egyház 11 évig rábízta a sajtót, és mentek ki a bizonságtételek, az énekek, az igék, és 11 év alatt begyúlt a tűz. És akkor vették, addig el se olvasták az újságot a vezetők, hogy mi megy ki falvakra. Begyúlt a tűz, elindult az ébredés, megteltek a gyülekezetek, templomok, áldották az Isten, és jött a vád, hogy nem elég jó román. És akkor azt mondták, hogy hát aki Avram Jankó egyenesági leszármazottját vette feleségül, az nem elég jó román. De testvérek, máskülönben is, amikor Csíksomjóról beszélek, és amikor emberek itt hallgatják Magyarországon a csíksomjói halálvonatokról a prédikációmat, akkor Tokajból leüzennek, hogy nem vagyok elég jó magyar. Ez nem is magyar az ilyen. Hát jöjjön le Dél-Erdélybe, nézze meg, hogy mi magyarnak lenni, mert Tokajba egy, és Hátszegen még egy magyarnak lenni, testvérek. De ez a helyzet, hogyha nem mész az áldozó halomra, ha nem követed azt a korszellemet, ami 10 évvel ezelőtt találtak fel, hát hol volt eddig vonat meg? Eddig nem volt Isten Csíksomjón, most 10 éve menő lett. Eddig ki volt az Isten, testvérek? És hogyha nem mész a korszellem után, akkor, testvérek, akkor nem is vagy magyar, vagy ha ellene beszélsz. De testvérek, ez nem az Istennek az útja, és erre ráfizet Magyarország. A bálványimádásra ráfizetett Izrael, és ráfizetett Magyarország is. De testvérek, az Isten ebben a kontextusban elválasztott és megkülönböztetett egy népet. És ezen a népen, testvérek, a Bálám, Bálák, a fenevad és az Antikrisztus terve, és az Antikrisztusnak a szövetsége nem működik. Nem működik, testvérek. Azt mondja az ige, hogy ezt a népet Isten kihozta Egyiptomból, és ezt a népet nem lehet megátkozni, mert az Isten megáldotta ezt a népet. Na most, drága testvérek, itt a kérdés ma este az, hogy te átok alatt vagy, vagy áldás alatt vagy. Mert szeretném elmondani, testvérek, figyeljétek meg, és ez nyilvánvaló minden ember életébe, és különösen holnap lesz erről szó, hogy az Ákán bűnéért fizetnek a gyermekei, hogy az átok vonal az öröklédik végig a családunkon, a génjeinken. Megy az átok vonal végig apáról fiúra, anyáról leányra, és öröklődik az átok vonal. És drága testvérek, az átok vonalnak, az átoknak, minden embernek az életében van alapja és van gyökere. Az ige azt mondja, hogy Jézus Krisztusban az életedbe megtörhet az átokvonal,
és generációkon keresztül elindulhat az áldás. Megtörhet Jézusba ma este az életedbe, mi tudjuk a családunkba, azt visszavezettük, hogy a mi családunkba hol lépett be a kegyelem, hol tört meg az átokvonal, és azóta látjuk, ahogy az Istennek az áldása megy végig a családunknak az életén. Mi alatt vagy, testvér? Átok alatt vagy, vagy áldás alatt vagy? Drága testvérek, nekem Isten adott egy különös ajándékot. Nem kértem ezt az ajándékot, én megkaptam Istentől ezt az ajándékot. És ez az ajándék az, hogy bemegyek egy házba, és a házba érzem, ahol átok van, meg okkultizmus van. Belépek az ajtón, és már a légkörön, ami benne van, érzem azt a hideg lelket, hiába ég a kandallóba a tűz, hiába fűt a melegítő a házba, érzem azt, hogy benne a házba hideg van. Ránézek az asztalra, és a késeken, az edényeken, ahogy oda vannak helyezve az asztalra, érzem, hogy itt valami nincs rendben. Aztán leülünk a háziasszonnyal beszélgetni, és jön a nagy önsajnálat. Sírás, könnyek, panasz, sajnálkozás, ez mind az okkultizmusnak a jele. A kikészülésnek a jele. Lelkész úr megmagyarázhatatlanul iszik a férjem. Pedig nézze meg, hogy mi van itt a házban. Elértünk mindent, megvan mindenünk, lehetne boldogan élni. De időnként, amikor rájön, időnkénti ivás. Aztán lelkész úr válni akar a fiam, pedig felépítették a házat, megvan az autójuk, jó munkahely, két gyerek, élhetnének, válik. Lelkész úr, a lányom két gyerekének, 10 évesek, 8 évesek, még mindig az ágyba pisilnek, mi van itt? Ránézek, és csak ennyit kérdezek mindig, hogy tessék megmondani, hol tetszett járni. Kivörösödve rám néz, és azt kérdezi, ezt meg a tiszteletes úr honnan tudja? Mondom, a szimptomákról tudom. A szimptomákról tudom. Ezeknek a szimptomáknak, testvérek, háttere van. Háttere van. Voltak sötét útjaim, amikor nem az Istent kerestem, nem az Istentől kértem segítséget, hanem elmentem bioenergikushoz, kézből jósolóhoz, nézőhöz, okult dolgokat, gömbökhöz, praktikák, kolostorok, papok, és tanácsot kértem az ördögtől. És drága testvérek, szeretném elmondani, hogy azok, amiket ott kaptunk, azok soha nem abba a fehér borítékba kerültek, amit ott hagytál. Van egy történet a Bibliában, amikor egy asszonynak meghal a hívő férje, és ott marad két árvával. És az Isten emberéhez kiállt, és azt mondja, hogy tudod, hogy az én férjem félte az Urat. Kérdés az, hogy ő miért nem. Az én férjem meghalt, és én itt maradtam a két gyerekkel adósságba. Hitel. Kamat. És jött a hitelező, és kérte, hogy fizessek. És én azt mondtam, hogy nem tudok fizetni. És a hitelező azt mondta, nincs semmi baj, asszony, viszem a két fiadat. Semmi baj nincs, ha nem tudsz fizetni. Tudod, mi a fizetség? A gyermekeidnek az élete. A gyermekeidnek az ára. Viszem őket rabszolgának, és hogyha őket tönkreteszem, akkor majd te se leszel boldog. És ennek az asszonynak mondja végül Isten, hogy mit van, még mi maradt a házba, egy újnyi olaj, akkor szedjél össze annyi edényt, amennyit csak tudsz, és zárkózz be a fiaddal, és töltsél az olajból.
és áradjon az olaj, ami az este, és teljenek meg az edények. Tudd kifizetni, asszony, az adósságodat, és tudjál élni a gyermekeiddel együtt. Ez az Istennek a szeretete, a mentő kegyelme, ahogy megmenti ennek az asszonynak az életét. De testvérek, ezek az utak mindig az átoknak az útjai. Ezek az átoknak az útjai, és az Isten átkát vonjátok magatokra ezekkel az utakkal. És testvérek, ezek az utak mindig a gyermekeidnek az életébe fognak kerülni, ezért a szemed láttára fog tönkremenni a családod, ha ma este itt nem mész el, nehogy elmenj, ma este erről a helyről, amíg le nem tisztáztad ezeket az utakat, mert fog jönni a hitelező, fog kopogtatni a hitelező, és a bűnödért a saját szemed láttára megy tönkre a családot. Átok van rajtad, vagy áldás van rajtad? Elnyerted, mint Jákob, az Istennek az áldását? Mert ő egy este azt mondta, hogy Uram, én addig ma este el nem engedlek téged. Én addig ma este innen el nem megyek, amíg nem tudom azt, hogy te engem megáldottál. És az Isten megáldotta őt. Testvérek, mielőtt felment volna Izrael, bement volna az ígéret földjére, ugye Moáb területe, Moábról azt mondta Isten, hogy ne nyúljatok hozzá, ki kell kerülni Jóbért, meg Ábrahámért, nem szabad hozzájuk nyúlni, ki kell kerülni, és nem engedte hozzájuk érni Izraelt, testvérek, nem engedte azt, hogy megátkozza Bálámot, Bálám az Isten népét, testvérek, mert azt mondja az ige, hogy nem lehet azt megátkozni, akit az Isten megáldott. Drága testvérek, szemben van velünk az ortodox esperesi hivatal, látjuk, hogy némelykor megérkezik 40 autó az ortodox esperesi hivatal elé, és bemennek a papok a templomba, és hát ott van a magyar tábla kitéve, hogy lelkészi hivatal, tudják, hogy itt van az a lelkész, aki járja Romániát és hívja megtérésre a románokat. A román pátriárka már levelet küldött a püspökségre miattam, hogy állítsanak le, hogy ne hirdessem az evangéliumot, mert igen sok román hagyja el a pravoszláv egyházat, és lesz hívővé. És drága testvérek, ilyenkor, amikor bemennek a templomba, nálunk a parókián recsegnek a bútorok. Ropognak a bútorok. Mondom Etelkának, na most értünk, imádkoznak. De testvérek, Izraelen nem fog az átok, dicsőség az Istennek. Tudjátok, hogy miért? Mert befedett bennünket a bárány vére. Támadások lesznek. Ki leszünk téve támadásnak, és az ördög támadni fog, és minden alkalommal. Olyan jól tudja az ördög, hogy milyen veszíteni valója van Debrecenben. És minden oldalról, ahonnan tud, próbálkozik, de Isten gyermekeit nem lehet megátkozni, mert az Isten megáldotta őket. Viszont testvérek, az Isten átka visszafordul azokra, akik átkoznak. Figyeljétek meg, hogy mit mond a 109. Zsoltár 17. verse, mert Báláknak hallani kell a saját kárhoztatását. Azt mondja az ige, mivel szerette az átkot, érje is utól. És mivel nem volt kedve az áldáshoz, maradjon is távol tőle. Mivel szerette az átkot, mit szeretsz? Az átkot, azt mondja az ige, akkor érje is utól. És mivel gyűlölte az áldást, ezért maradjon is távol tőle. Van itt testvérek Bálámnak egy kedves kérdése,
Ez volt az én vágyam is, amikor megláttam azt a református rákos lelkészt, aki engem hitre vezetett. Pár nap volt még hátra az életéből, de csillogott a szeme, az örömtől, s ragyogott az arca az örömtől, és nem tudtam nyirokmiriggyel feldagadva, hogy mi van ennek a lelkésznek, mi a különbség köztem, meg közöttem. Ő itt van, rákosan pár hét alatt meg fog halni, és én itt vagyok egészségesen, és nincs meg bennem ez az öröm, ami ő benne megvan. És testvérek, tudjátok, hogy mi volt a vágyam ott a hátsó sorban azon az estén? Uram, úgy szeretnék ilyen boldogan meghalni, mint ez. Testvérek, készültem a trabanttal bemenni egy kamion alá, hogy nyomorultul véget vessek az életemnek. És láttam egy embert, aki rákoson örült az életnek, és ragyogott a szeme. És nem tudtam, hogy honnan van ennek lelki ereje örülni. Mit mond Bálám? Azt mondja, hogy bárcsak úgy halnék meg, mint ezek közül egy. Csak hogy testvérek, van egy baj, hogy az igazak halálát csak azok hallják, és ezt jó jegyez meg, akik élik az igazak életét. Még egyszer elmondom. Az igazak halálát azok fogják halni, akik élik az igazak életét. Bálám szeretett volna meghalni úgy, mint az igazak, de nem akart úgy élni, mint az igazak. És ezért a Mózes 5. fejezetében később elég gyatrán hal meg, egyszerűen megölik, testvérek. Tudjátok, hogy miért? Megölték fegyverrel, 4 Mózes 31:8. Azért, mert nem lehet Istennek és a mammonnak is szolgálni. Nem lehet két úrnak szolgálni. Testvérek, Isten népét nem lehet megátkozni, az Úr hozta ki, vele van az Úr. Királynak szóló dicsőítés hangzik belőle, és olyan az ereje, mint a bölénynek a szarva. Láttátok a Discovery filmekben, hogy hajtja a bölény a szarvával a nagy tigriseket? Méterekre tovább. Mert van benne erő, és az Isten népébe van erő, ha az Istenre figyel. És drága testvérek, mivel Bálám nem tudta megátkozni Izraelt, ezért megtanította Bálákot, hogy hogy kell törbecsalni Izraelt. És erről szeretnék ma este beszélni, hogy figyeljetek rá. Megtanította, nem tudta megátkozni Izraelt, de megtanította Bálákot, Moáb királyát, hogy csalja törbe Izraelt. És azt olvassuk az igében, testvérek, hogy jön Sittim, és a Moáb mezején felépülnek a sátrak. Felépülnek bulik számára a helyek, és azt olvassuk az igében, hogy meghívják erre a Moáb lányai Izrael fiait is. És az elején még csak arról olvasunk, hogy Izrael fiai ólálkodnak a sátrak körül. Nézelődnek. És ahogy nézelődnek, felgerjed a szívükbe az a vágy, ami a nagyobbik testvérnek a szívébe, a tékozló fiúnak a történetébe, hogy de szeretnék én is a barátaimmal egy este jó kecskehúson, tokai boron, egy jó kis murit, és nekem soha nem jutott ez ki, de a szívembe az itt van. És drága testvérek, először csak ólálkodnak, utána vágyakoznak, és a végén bemennek, és nézzétek meg, hogy Izrael vénei Mózessel a kijelentés sátrának a bejáratánál sírnak, hogy hova jutott Izrael. Baál Peorhoz szegődött, a paráznaság útjára vetődött,
És ebben a pillanatban, drága testvérek, jön egy Kozbi meg egy Zimri, egy fiatal pár, egy moábita nő és egy zsidó férfi, és fényes nappal Izrael véneinek a szeme láttára bemennek a sátorba paráználkodni. Mózes Izrael véneivel sír a kijelentés sátra előtt, a nép mélybe való jutása miatt, és ezek fényes nappal, és akkor megy oda Fineás, a dárdájával bemegy, és azt mondja, hogy na most akkor ebből elég, és átszúrja mind a kettőt, és Isten haragja eltávozik a népről. Drága testvérek, fordítsam magyarra, Magyarországon sokatoknak kupleráj lett a háza. Ez így hangzik magyarul. Nem este, hanem fényes nappal. Összefeküsznek a gyermekeitek, hívő szülők szeme láttára, és ti ezt hagyjátok, mert ez a módi, ez a szokás, mindenki ezt csinálja. Csinálják, testvérek, de nem mindenki. Egyezzünk meg benne. Csinálják, de nem mindenki, testvérek. És nézzétek meg, hogy elindul Izraelbe a liberalizmus, a szabadosság, miközben a Biblia azt mondja, hogy Izrael, az éneke Bálámnak azt mondja, hogy Izrael a kegyelem forrása mellett lakik. Kicsordul a víz a vedreiből. Micsoda áldás, hogy kicsordul a víz a vedreiből. Más is ihat a vederből. Áldás másoknak is. Vele van az Úr, ezért királynak szóló újongás hangzik benne. Nincs már királynak szóló újongás, mert a helyét elfoglalta a bűn. És amikor a helyét elfoglalja a bűn, akkor nincs újongás, nincs magasztalás. És nézzétek meg, testvérek, hogy a Biblia legutolsó könyvében az Isten beszél a pergamoni gyülekezetnek erről az állapotról, ami jellemezni fogja az Isten népét az utolsó időkbe. És a következőt mondja, vannak közöttetek, ezt a pergamoni gyülekezetnek írja, vannak közöttetek, akik Bálám tanítását tartják. Aki törbe akarta csalni Izraelt, Jelenések 2.14-15, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálatok is vannak olyanok, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit én gyűlölök. És drága testvérek, kiveszett az egyház történetből, hogy mit tanítottak a nikolaiták, de itt összefüggésében a Bibliában két helyen, ahol Isten beszél a nikolaitákról, és azt mondja, hogy én azokat gyűlölöm, az testvérek, ez a világi mentalitás, ez az Istennek és világnak is tetszeni akaró élet, és erre az életre azt mondja az ige, hogy Baál Peorhoz szegődtek, pénzért Bálám tévelgésére adták magukat, szennyfoltok a gyülekezetbe, lakmároznak, hízlalják magukat, fellegek, melyeket szelek hajtanak, irányzatok, módik, őszvégi gyümölcstelen fák és bolyongó csillagok, testi emberek, akikben nincsen meg a Szentlélek. Testvérek, ez a nikolaiták tanítása ismerős, nem kell megtérni, testvér, nem kell megszentelt élet, lehet paráználkodni is, meg úrvacsorát osztani is, lehet inni is, meg templomba is járni. Testvérek, Fineásnak, figyeljétek meg, hogy megtámadják Midiánt, Moábot, kiirtják, és ezt a harcot nem Józsué vezeti, hanem Fineás. Ezt meg lehetett volna spórolni, ezt a harcot. Ezt a harcot Isten nem akarta. De el kellett, nem lehetett megtűrni, végig kellett vinni Fineásnak, ki kellett írtani, nincsen helye az engedelmességnek.
Testvérek, nem akarom én a saját egyházamat megítélni, de egy lelkipásztor testvérem elmondta, hogy egy alkalommal jelenkezett nála egy férfi, és azt mondta, hogy tiszteletes úr, végigjártam, vagy 8 felekezetet, és a végén úgy döntöttem, hogy református leszek. És a lelkész nagy örömmel megkérdezte, jaj, de jó, miért tetszik? Azért, azt mondja, végigjártam az egészet, és azért akarok református lenni, mert itt minden szabad. A jehovisták elmentem buliba, startból kihajtottak. A baptisták azt mondják, hogy náluk nem szabad inni. A pünkösdieknél nem szabad cigizni. Reformátusoknál mindent lehet. És utána lehet templomba menni, és úrvacsorát venni, testvérek. Szeretném elmondani azoknak, akik ilyen úton járnak, hogy van út, amelyik egyenesnek látszik az ember előtt, de a vége a halálba vezet. És ez az út vitt engem, testvérek, a halálba. Én egy színmagyar, színreformátus erdélyi faluban nőttem fel, Körösfőn, ahol nagyon tisztelték a hagyományokat. És én amellett, hogy felnőttem és kicsi gyerekkoromtól megtanultam a bibliai szemelvényekből a bibliai történeteket, KT-s koromban, mint a 129 KT kérdést a Heiderbergi KT-ból és a 450 éneket a református énekeskönyvből, én emellett még megtanultam a palatkai, a százcsávási, a kalotaszegi táncrendet, és megtanultam az összes magyar nótát. Magyar Lapádon a 24 presbiter egy éjszaka megpróbált megfogni egy nótával, amit nem tudok, nem sikerült nekik, 24-üknek. És testvérek, egy olyan gyülekezetben nőttem fel, ahol természetes volt az, hogy a presbiterek úrvacsorát is vesznek azon a napon, és kocsmába konyakot is isznak. Természetes volt az, hogy asszonyok a templomba vallásos éneket is énekelnek, otthon pedig káromkodnak, meg veszekednek a férjükkel. Természetes volt a kétfeles hántikáló élet, mert később visszatekintettem a szülőfalumra, és most is úgy tudom elmondani, hogy egyetlen egy megtért embert se találtam akkor a faluban. Azóta, hála az Úrnak, elmentek Passarétre, meg Balatonra, meg Fasorra, meg kihova vetődött, és itt-ott hallottak evangelizációt, és megtértek, most áldott legyen Isten, hogy vannak megtért emberek a gyülekezetben. De testvérek, én 19 éves koromig, amíg el nem hagytam a szülőfalumat, hogy egyetemre menjek, én kétfeles hántikáló életet láttam, de bizonságtételt soha életemben nem hallottam. És a teológián ugyanígy. Láttam kollégáimat a teológián, akik másképp élnek. Többet olvasnak Bibliát, esténként összegyűlnek, imádkoznak, de azt hittem, hogy ők ilyen gyülekezetből jönnek. Biztos ilyen volt a papjuk. Vagy ilyen volt, senki nem mondta el azt, hogy Miklós, állj csak meg, van az Istennel egy találkozás. És testvérek, elkezdtem a lelkipásztoroskodást saját erőmből, a saját bölcsességem, a saját tudományom szerint megszedtem magam, hogy kifussa úgy legalább 10-15 évre, és képeztem magam. Igen ám, testvéreim, csak ahogy sikerem lett, ahogy egyre inkább dicsértek, elismertek kollégák és emberek, az életem úgy kezdett lassan kiüresedni. És mivel pótoltam a kiüresedést? Hajnalig tartó mulatsággal, borral, magyar zenével és magyar nótával. Tudjátok, mi lett a következménye? Szinte havonta jött a Duna TV filmezni engem. El a jó magyar pap. Így kell, ilyen kell legyen. Nézzétek meg, hogy múlat a gyülekezetével, hogy szeretik, vagy őrzi a magyar hagyományokat. Hát 450 ember Ausztráliától Kanadáig jön a gyülekezetbe táncot tanulni, magyar táncot, népdalokat, hát nem szép ez. És drága testvérek,
a két fele való sántikáló életem, az feljebb vitt engem. Feljebb emelt. Csak ahogy emelkedtem feljebb belül, úgy lettem egyre inkább kiégettebb. Úgy lettem egyre inkább üresebb. És egy éjszaka, 30 éves voltam, rám szakadt 30 évnek a bűne. Azok, akik láttak megtérésem estéjén Berekfürdőn, a megbékélés háza előtt kiszállni az autóból, azt mondták, hogy Miklós testvér, úgy néztél ki, mint akinek mázsás kő van a hátán, teljesen egészséges voltam fizikailag, 30 évnek a bűne rám szakadt, ezt csak azoknak mondom, akik azt mondják, hogy majd öregen térnek meg, na arra leszek én kíváncsi. Arra leszek én kíváncsi, testvérek, amikor 70 évnek a bűne szakad a nyakadba egy este, és ott leszel betegen, gyengén, öregen, ráncosan, rákosan, hogy hordottam azt majd el? És hogy hiszed el azt, hogy 70 évnek a mocskát, szennyét, bűnét a bárány vére csak úgy elmossa? Mert csak úgy elmossa, testvérek, de azt el kell hinni. Amen? Amen. És akkor majd lássuk. Akkor majd lássuk, hogy öregen ezt hogy fogod te elhordozni. Látok, testvérek, Hátszegen 27 éve nem született magyar gyerek. 5 faluba eltemettem az utolsó magyart, és a gyülekezetembe 2/3 még van 43 magyar a városba. Testvérek, egyről nem vagyok meggyőződve, hogy megtért. Mindegyiknek megálltam a halálos ágya mellett. Aki nem tér meg 30-40 évig, az utána már nagyon nehezen tér meg. Hogyan születhetne újjá, mondja Nikodémus, aki vén? Miért? Miért dobták le a bűnös asszonynál a követ, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy aki nem bűnös, az dobja rá először a követ. Kik dobták le először a követ a földre? A véneken kezdve, mondja a Biblia. Miért? Mert sok volt. Mert sok volt a bűn, testvérek. És eljutottam ide, testvérek, ebbe ezzel a múlatós, prédikálós életbe, hogy az életem kiégett. Úgy éreztem, hogy nem hogy mondjam, az agyammal, meg az eszemmel van a baj, de teljesen szkizofrén ember lettem. Egy vagyok kívül, egy elismert, sikeres ember, és egy egészen más ember vagyok belül, egy nyomorult, elveszett bűnös. Én ismerem ennek az igének a mélységét, hogy és mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri magának, de a saját lelkébe kártval, és hogy befejeződjön ez az életén, azon az estén, a Magyar Lapádi színterem zöld füvébe levertem egy szöveget sírhelynek, megírtam a végrendeletem, beültem a Trabantba, hogy elvigyem a családomat biztonságba, haza, az otthonunkba, és azután lelkileg fel voltam készülve a halálra. És az Isten így hozott el Berekfürdőre, a megbékélés házába, ahol a Biblia Szövetség lelki gondozói hete kezdődött, és ezen az estén szólított meg az Isten, és hívott engem megtérésre. És én azon az estén nem tanakodtam testtel és vérrel. Mert tudtam, hogy nekem két lehetőségem van. Vagy elkárhozok, belepusztulok, vagy megragadom az Istennek a kegyelmét. És azóta, drága testvérek, tudom azt, hogy ez a kétfele való sántikáló élet a Moáb sátraiba is, meg az Istennek a templomába is, ez a kétfele való sántikáló élet a halálba vezet. Nem lehet urad az Isten is, meg a mammon is. Mert olyan erővel, amikor a leggyengébb vagy, amikor eljön számodra a Heródes éjszakája, a kedvező idő az ördög számára, amikor a leglabilisabb vagy lelkileg, akkor, hogy az ördög megnyerjen magának, olyan erővel támad majd. Olyan erővel támad, hogyha nem vagy elrejtve
az Istennek a kezébe, az Istennek a markába, akkor elveszel. Akkor nem lesz megtartatásod. Drága testvérek, ezért nem mindegy az, hogy áldás alatt van az életed, vagy átok alatt. Annyira megdöbbentő, hogy Bálám a megnyílt szemű ember. Ezt írja róla az ige. Az az ember, akinek az Isten megnyitotta a szemét, mindent látott, mindent hallott, mindent tudott, mindent értett, és mégse engedelmeskedett, és elveszett. És lehet, hogy ma este így ülsz itt, hogy te mindent tudsz, te mindent értesz, mindent látsz, testvérek. Én 30 éves koromig nem hallottam bizonságtételt. Senki nem beszélt nekem arról, hogy Krisztusban van új élet. Van itt valaki, aki nem hallott még arról, hogy meg kell térni és újjá kell születni? Most hall először? Van itt valaki, aki nem látott mostanig hívő megtért embert, és nem hallott bizonságtételt, hogy hogy kell megtérni? Akkor egy kérdésem van ma este hozzá téged, akit a bizonságtevők fellege vesz körül, mi ment meg az utolsó napon az ítélettől, ha nem törődsz ilyen üdvösséggel? Mi fog megmenteni az utolsó napon téged, akit a bizonságtevők fellege vesz körül, mert azt hiszem, hogy nem én vagyok az első a debreceni baptista gyülekezetbe, akit bizonságot tesz ma este. Hallottál még rajtam kívül bizonságtételt. Mi fog megmenteni az ítélettől, ha nem törődsz ilyen üdvösséggel, és megmaradsz az Isten átka alatt? Amikor az Istennek az áldása fel van kínálva a számodra. Amikor ilyen kiváltságai vannak az Istennek, hogy azt mondja az ige, ne higgyétek testvérek, hogy kevesen vagyunk. A Biblia azt mondja, hogy ezt a népet nem lehet megszámolni. Ezt a népet nem lehet megszámolni. Annyian vannak, mint a csillagok az égen, még a tengerparton a homok. Aztán azt mondja az ige, hogy nem látnak bajt benne, Izraelbe. Ezt az igét kaptuk a feleségemmel, amikor az onkológián, a rákkutatóban a legnagyobb mélységben voltunk. Beküldték a hívő lelkész kollégáim, és odaírták alá, hogy Miklós testvér, ha nem látnak bajt Izraelbe, akkor veletek miért történik az, ami történik? És annyira örültem, mert továbbírták, megadták a választ. Miklós testvér, tartsatok ki, mert az Isten szemébe ez nem baj. Testvérek, az, ami a mi szemünkbe baj, az az Isten szemébe nem baj. És ha nem baj az Isten szemébe, mert azt mondja, hogy nem látnak bajt Izraelbe, akkor hadd jöjjön. Akkor hadd jöjjön, testvérek. Mert az evangéliumban azt olvassuk, hogy megpróbálva leszünk, de elhagyatva soha. Megpróbálva leszünk, testvérek. 7 évesen ott álltam a tengerparton, ott nőttem fel a román tengerparton, és láttam, ahogy a viharban a nagy hullámok jönnek felém, és szaladtam, mint kisfiú, hogy ezek most engem el fognak söpörni, és megdöbbentem azon, amikor láttam, hogy a nagy viharokban a hullámok ugyanaddig jönnek, mint Széchenyi idejébe. És nem értettem, hogy miért, aztán amikor megtértem, és arra a parókiára, ahova addig egy óra alatt 9 ember jött fel ügyes-bajos dolgait rendezni, 4 hónapig senki nem ment, nem mert bejönni, azt mondták, hogy megment a pap, megtért, senki nem tette be a lábát 4 hónapig a parókiára. Na, ezek voltak az első idők, amikor fizikai fájdalmat éreztem a szívemnél, és naponta 4-5 óra kapcsolatom volt a Názáretivel. És azzal kezdte, hogy hol voltál, Miklós, amikor a tengert megteremtettem, a világot, a göncölszekeret, a cethalat, hogy játszodjak vele. Ott voltál, mondom, uram, nem voltam ott. Na, akkor hallgass el, elmondom, hogy miért csináltam. És az Isten elmondta a teremtést nekem, a megváltást, újraértékelte az egész teológiai nézetemet, és ott mondja el
Azt mondja az ige, amikor megteremtettem a tengert, húztam neki egy vonalat, és azt mondtam, hogy eddig és ne tovább, ez gátat vett büszke hullámaidnak. És megértettem azt, hogy miért nem jön tovább a víz. Az Isten vonalat húzott, oda tette a kezét, és azt mondta, hogy idáig jöhetsz, ne tovább. És drága testvérek, legyetek kitartóak, az Isten vonalat húzott a próbádnak. A tengervíznek, és ott van, meg van húzva a vonal, idáig jöhetsz, ördög hozzányúlhatsz, de a lelkét nem, az életét nem bántatod jobbnak. Ennyi a határ, ez a határ, testvérek. És meghúzta a vonalat, és azt mondja az ige, hogy nem látnak bajt, de jön a baj, hadd jöjjön, testvér, ha az Isten szemében nem baj, meg fog tisztítani. Mert az arany ki kell tisztuljon a salaktól. Aztán azt mondja az ige, hogy idejében nem lehet tudni, hogy mi jön, dehogy nem, testvérek. Idejében megmondják Jákobnak, hogy mit tesz az Isten. Én sokszor tudom, hogy mi van a gyülekezetemben, testvérek. Helyzetjelentést kapok az Istentől. És már úgy megyek be a gyűlésekbe, gyülekezetekbe, hogy tudom, hogy mi lesz bent. Eltitkoljam-e Ábrahámtól, amit cselekedni akarok? Ez mi? Nem elmondta az Isten előre, hogy mi lesz Sodomával és Gomorával? Ábrahámmal. Miért? Mert a barátja volt. Előre megmondják, aztán testvérek, ez a nép nemzeteket emészt fel. Meg tudja valaki nekem mondani, hogy hol van Ninive most meg Babilon? Tudjátok, hogy Ninive helyén, amelyhez Jónásnak 3 nap kellett a bejáráshoz, most mi van? Egy egypompás benzinkút. Ez így van, testvérek. Jelenleg Ninive helyén, a nagy pusztaságban egy egypompás benzinkút van, ahol meg lehet állni, és egy pompánál lehet tankolni dízelt vagy benzint. Ennyi maradt Ninivéből, a nagyvárosból. Nemzeteket emészt fel, és azt mondja az ige, hogy aki téged áld, az áldott lesz, és aki téged átkoz, az áldott lesz. Átkozott lesz. Testvérek, 2 dolgot szeretnék elmondani. Nagyon vigyázz, mit mondasz az Isten népére. Az ige azt mondja, aki titeket bánt, az a szemem fényét bántja. Ez az Isten népének a kiváltsága, hogy aki Isten népét bántja, annak Istennel gyűlik meg a baja. És a másik dolog pedig, testvérek, ami a magyar népnek a rákfenéje, hogy nagyon ügyeljetek, hogy mit mondtok a zsidókra. A zsidókat hagyjátok ti az Isten kezére. Nem a magyar nemzetet tette bíróvá Isten, hogy ítéletet mondjon a zsidókra, hogy milyenek a zsidók, vagy milyenek nem a zsidók. Nézzetek vissza a történelembe, és nézzétek meg azt, hogy milyen Isten zsidó népének lenni akkor, amikor az Isten ráteszi a kezét az ő népére. És el akarja végezni az ő munkáját bennük is. Minket nem arra hívott el, hogy mi gyalázzuk a zsidókat. Minket nem arra hívott el, hogy mi zsidózzunk Magyarországon, hanem az ige azt mondja, hogy nagyon ügyeljetek, mert aki őket áldja, áldott lesz, ez még mindig áll, testvérek. Ez még mindig áll. Az Ábrahámnak tett ígéret, aki téged áldani fog, az áldott lesz, és aki téged átkoz, az átkozott lesz. Én azt mondom nektek ma este, hogy kívánjatok jót Jeruzsálemnek. Kívánjátok Jeruzsálem békességét. Hogy az Isten adjon békességet Jeruzsálemnek. És az Isten áldása ki fog áradni, látok. Ha Isten meg akar áldani titeket, ezért meg fog áldani. Ha átkozol, az Istennek az átkát vonod magadra. És drága testvérek, ugyanígy van ez. Az Isten népével is. Az Isten népével is. Nagyon ügyelj, hogy mit mondasz az Isten népéről. Nehogy az Isten fegyvere megoldsa az átkot, és visszaforduljon rád.
mert Izraelen egy biztos nem fog az átok. Ne féljetek az átkoktól. Ne féljetek a sötétségtől. Mert valaki fenn a kereszten átokká vált érettetek. Hogy minden átkot megoldson, és minden átkot eltöröljön, és megvédjen tőle. De egy dologra szükség van, be kell gyere az alá, a kupola alá. Az alá, a védőpajzs alá, amely az ő páncélja, az ő hűsége. Ha nem tartozol az ő népéhez, ha te nem vagy a között a nép között, akit az Isten kihozott Egyiptomból, és az ő fián keresztül a sátrait szépségesnek nézi, pedig lehet, hogy éppen most is zúgolódnak a sátrukba, amiatt, hogy nem elég, ő szépnek látja. Isten azért hívott ide ma este téged, hogy rendezd ezt magadba, tartozz e közé a nép közé, vállalda velük együtt való sanyargattatást, ahogy írja a Biblia Mózesről, hogy Egyiptom kincseinél nagyobb becsbe tartotta az Isten népével való együtt sanyargattatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Hagyd ott a Moáb sátrait, nem adott neked semmit a világ. Mostanig a világ kifosztott. Hagyd ott a Moáb sátrait, ne sántikálj többet kétfele, ne sóhajtozz meg vágyakozzál, a Moáb sátraiba lévő bulik, meg kaják, meg dobzódások után, hanem gyere ma este, csatlakozz az Isten népéhez, és az Isten meg fog téged szentelni ebben az életben, és el fog téged hívni az örök életre. Ez az Isten népének a kiváltsága. Ezért jó testvérek, az Isten népéhez tartozni, az Isten védelme alatt lenni, az Isten biztonságában lenni, mert jönni fognak a rossz napok, és jönni fognak a próbák, de egészen más dolog Istennel elhordozni ezeket, mint Isten nélkül. Ezért ma este hívd be a szívedbe Jézus Krisztust akár újra, akár először, és add át magadat neki. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Uram, én olyan hálás vagyok azért, hogy bár te láttad azt a gyarlóságot, amit mi a pusztában követünk el, mégse bántál meg semmit. Köszönöm, Uram, hogy a te ajándékaid megbánhatatlanok, ígéreteid visszavonhatatlanok. Áldallak téged, hogy olyan úr vagy, aki mindvégig szeretsz. Nem tudom, Uram, hogy miért, hogy mit látsz bennem, hogy mit látsz bennünk, de hálás a szívem azért, hogy hordozol a te kegyelmedbe. Köszönöm azt, hogy próféta által hoztad ki Izraelt Egyiptomból, és próféta által tartod meg. Köszönöm ezt a prófétát, prófétánál nagyobbat a te fiadat, Jézus Krisztust. Kérlek, Uram, hogy ma este is ragadd meg azoknak a kezét, akik még a sötétségben, a bűnben vannak. Könyörülj rajtuk, és Uram, növeld a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Adj, Uram, még azok mellé, akiket elhívtál az életre. Hadd lássuk meg azt, Uram, ahogy a te áldásod kiárad, kiterjed, sok-sok debreceni házra, sok-sok debreceni családra, és imádkozunk Magyarországért, Magyarország ébredéséért, a magyar nemzetért, Uram. Kérünk, hogy könyörülj meg rajta, és valóban azáltal védj meg bennünket, hogy ragaszkodunk hozzád, hogy meg akarjuk tartani a te törvényedet és a te parancsolatodat. Ne add, Uram, hogy bárki átkoz bennünket, az hozzánk férjen, az ártson nekünk, hanem takarj be, rejts el minket, oltalmazd meg bennünket, és a mi gyermekeink, unokáink, utódaink hadd örököljék az áldásnak a vonalát, amit mi elfogadtunk a te kezedből. Legyen áldott azért a te neved,
ma este, Uram, és örökkön örökké. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Én bizonságul hívom ma este ellenetek az eget és a földet, hogy én ma este is az életet és a halált adtam néktek előtökbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet. Válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek. Ma este is szeretném hirdetni azok számára, akik először vannak itt ezen az evangelizációs sorozaton, hogy a kijáratnál minden újonnan jövő számára, jött számára egy igéskártyát, egy igés kis szetlit szeretnénk odaadni. A Bibliából egy ige van rajta, egyik ige sem egyforma, mindegyik különbözik. Mi hisszük azt, hogy Isten az ő újjászülő, újjáteremtő munkáját a romolhatatlan mag, az Isten beszéd által tudja elvégezni minden ember életébe. Kérlek, hogy ha először vagy itt ma este ezen a sorozaton, akkor a kimenetelnél szóljál, hogy ezt az igét megkapd, olvasd el, kérdezd meg azt, hogy Isten mit akar, mert meg vagyok győződve, hogy ma este senki nincs itt hiába, senki nincs itt véletlenül. Isten az életedbe el akar végezni valamit, és engedd, hogy Isten az ő igéje által elmondja, hogy mit akar elvégezni az életedbe, és engedd, hogy a lelk által el is végezze ezt a munkát. Hirdetem újra, drága testvérek, hogy a gyerekek számára hoztam ezt a szép képes Bibliát, az Ószövetségről, Újszövetségről, és minden gyereknek 15 évig szeretettel ajándékozom. Oda a feltétel az, hogy a négy alkalom közül, amelyen igét hirdetek, legalább két este itt legyenek az evangelizáción. Tehát azok a gyerekek, akik ma este már másodszor vannak, azok a kiáratnál kérhetik a Bibliát, mert osztani fogom, akik pedig ma este vannak itt először, azokat várom szeretettel a következő estéken, hogy megajándékozhassam őket a Bibliával. És drága testvérek, újra szeretném hirdetni, hogy Erdélyből hoztam egy nagyon szép kis könyvet, ez a címe, hogy hogyan lehetek gazdag, hogyan legyek gazdag. Egyik erdélyi református lelkipásztor testvérem írta az Isten szerint való gazdagságról. Kiáratnál meg lehet vásárolni 800 forint az ára. Ugyancsak ennyi az ára egy CD-nek, ami erről az bibliai igéről egyik szolgálatom, hogy szela, csend, az Istennel való békesség kapcsolatnak a titka, ezt is meg lehet vásárolni, és van egy CD, amin sorozat van a hívő élet megszentelődéséről. Mik azok a feltételek, hogyan kell élni hívőként, hogy az Isten meg tudjon szentelni, testvérek, mert akarnám, hogy hívő testvérek, tudjátok azt, hogy nem ehetünk meg akármit. Cseri Kálmán bácsi még élt és közöttünk volt, ő mondta, hogy ez a magyar nemzet mindent megesz, csak ne legyen benne a Bibliába. Megeszünk mi bioenergiát, ezotériát, apopunktúrát, homeopátiát, minden jó és minden igaz, csak a Bibliába ne legyen benne. Ha benne van a Bibliába, afelől már kételkedek, hogy jó. Drága testvérek, mi nem ehetünk meg akármit.
az Isten hívő népe, értsünk meg egy dolgot, nem mehetünk el akárhova. Jönnek hitmétőre Erdélybe hívő házaspárok, emberek, mondják, hogy hogy estek el, hogy csúsztak el, és mindig azt kérdezem tőlük, egy dolgot mondjál meg, mit kerestél te ott? Mit kerestél azok az emberek között, mit kerestél abba a terembe, mit kerestél azok a körülmények között? Testvérek, hívőként nem mehetünk el akárhova. Nem vehetünk részt akármibe. Isten azt akarja, hogy megszentelt életet éljünk. Le kell hajolnunk a bűnös emberhez, de azt mondja az ige, hogy ügyelve, hogy nehogy beszennyezze a ruhánkat. Le kell hajolni, és fel kell vegyük a bűnös embert, és meg kell szólítsuk. De testvérek, nem úgy, hogy mi belevegyülünk a világnak a mocskába, és belevegyülünk a világnak a szennyébe. Ez a négy szolgálatom ezen a CD-n, az Isten útján való megszentelődésről, az abba való előrehaladásról szól. Szeretettel ajánlom minden hívő testvéremnek, aki akár autóba, akár otthon CD-n meg tudja hallgatni, hogy növekedjen a kegyelembe. Az Isten békessége ebbe őrizze meg ma este az ő igéjébe, kegyelmébe, a szívedet, gondolataidat Jézus Krisztusban. Amen.
Kedves gyülekezet, vigyük magunkkal Isten igéjét. Most a végén hat húzak alá két rövid dolgot. Kedves barátom prédikált a felolvasott igéről, katolikus lelkésznek tanult, a végén, a teológia végén tért meg. Héberül, görögül nagyon jól beszélt, és az Ószövetségnek az egyik tanára lett egy darabig. Na, ő prédikált erről az igéről, és azt mondta, amit látott ez a proféta, a szamárság. Ugyanis Izraelben az a völgy, amiről most szó volt, a legporosabb, a legkoszosabb, a legszárazabb, a legsivatagosabb. Ráadásul tele van szúnyoggal, és ráadásul 40 évig vándoroltak. Azt mondta, ne haragudjatok meg, inkább egy cigánytáborhoz hasonlított, mint gyönyörű bíborszínű sátrak és aranyszegély. Vagy azt mondja, ha ez bánt minket, akkor nézzük meg a mai beduinokat. És azt mondja, ott áll, és azt mondja, mi szépek. Miért? Kétféle látás van. Az egyik, ahogy Isten mutatja a gyülekezetet. A másik, ahogy az ördög mutatja a gyülekezetet. Nem te látod a gyülekezetet. Mutatja az ördög, és mutatja Isten. Hamarosan virágvasárnap, amikor az Úr Jézus ment Jeruzsálembe, és meglátta a bevonulás előtt Jeruzsálemet. Gyönyörű volt, szép volt a heródesi templom, csupa fehér márvány, aranykupolákkal, aranytetőkkel. És mit tesz az Úr Jézus? Sír. Hányszor sírtál, hányszor sírtam a gyülekezet miatt? Mert olyan könnyű valamit odavágni. És hogyha az Úr Jézus, aki minden hatalom, nem odavágott, hanem sírt. Hát tanuljunk meg sírni, ha kell sírni. A másik. Tudom, hogy ennek fájó politikai éle van itt Magyarországon. És ne értsetek bele semmi politikát. Tudjátok, én egyáltalán nem féltem Magyarországot, sem az iszlámtól, sem a bevándorlóktól. Tudjátok miért? Mert minket hamarabb tönkre fog tenni a pénz, a munka, a jólét, a szórakozás, a kívánság. Hamarabb tönkre fog minket tenni az, hogy bemegyünk a templomainkba, imaházainkba, leülünk mindegy étterembe, és késsel villával piszkálgatjuk. Ezt az éneket kérem, ezt az igét nem kérem, ezt az ige hirdetést kérem, azt nem kérem. Szépen szétturkáljuk, és hazamegyünk. Hát ez hamarabb tönkre tesz minket. Mit hallottuk az igében? Ha valamitől féltem magamat, vagy féltem Isten népét, ettől jobban féltem. Ragaszkodjatok Krisztushoz, újítsátok meg a vele való szövetséget, a hozzá való tartozást. Mit hallottunk? Izrael népét nem kívülről rontották meg. A baj belülről jött. Tartsd tisztán a szívedet. Holnap este folytathatjuk. Szívünk puhítását és tisztítását. Fél öt órától ima és dicsőíti alkalomban fogunk magunkért imádkozni több leborulásban, jó néhány énekben, hát már amennyi egy órácskába azért belefér, imádkozunk magunkért, az esti szolgálatért, imádkozunk gyülekezeteinkért, Debrecen városáért. Ez egy közbenjáró ima közösség lesz. És hat órától újból Bódistesért fog prédikálni. Vasárnap 10 órakor van itt Isten tisztelet, ha valaki úgy dönt, hogy itt velünk tölti, szeretettel és szívesen várjuk. Záróéneket fogunk majd énekelni, fennállva. A gyülekezetben talán megszokott, hogy ilyenkor persejezünk, adományunkkal, örömmel szolgálhatjuk a mi Istenünket, az éneket majd fennállva fogjuk énekelni.
kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.